A cinegék királya Most már tudom, hogy a kis húgom torokgyíkban halt meg. Akkor még az orvosok se nagyon ismerték ezt a bajt, gyógyítani se tudták. Azzal se igen törődtek, hogy egyik gyerekről könnyen ráragad a másikra. Arra meg nyilván senki se gondolt, hogy én a körte muzsikával a halált hordhatom a sebemben. Gyerekkönyv hamar kicsordul, hamar fölszárad. Egy-két nap múlva a nagy szomorúság után már egész vígan éltem világomat. A kukorica földünkön találtam egy szép nagy tököt. Arról eszembe jutott, hogy jó lenne cinegét fogni. A cinege fogás nekem mindig kedves téli mulatságom volt. Persze nekem nem az orrom fogta a cinegét, mint a mostani gyerekeknek. Tökből csináltam a cinege fogót, kitettem a kerítés tetejére vagy a kút kávájára, s este felé már rendesen benne jaj a szegény kis fogói. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék. Ilyenkor én mindig a két tenyerem közé csuktam a fekete sapkás kis madarat, s lestem vele messzi gyurkát, az öreg csőzt. Nézd gyurka bácsi, milyen cinegén van nekem! Milyen ugyan? Neszelt ki gyurka bácsi a nagy sapkából, aztán kelletlenül legyintett a kezével. No, ezért ugyan kár volt azt a szép nagy tököt elprédálni, hiszen ez csak olyan paraszt cinege. Hát van más forma cinege is? Meg hiszem azt, hékám. A cinegék királya az a valami. Azt kellene megfogni, gyerekem. Az viszi a szerencsét a házhoz. No, erre én mindig elszomorodtam, és kiröpítettem a markomból a paraszt cinegét. Küncsücsű, 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 kiabálta vissza a madárka a sövény ágai közül, de én bizony meg nem vigasztalódtam arra, hogy ő most már kint csücsül. Eszem lelkem csak a cinege királyom volt már nekem akkor. Hát aztán milyen királyuk van a cinegéknek, faggattam Gyurka bácsit. Van annak koronája is? Van ám, szolgám, kék koronája, rózsaszín palástja, fehér mellénye, piros csizmája van a cinege királynak. De legkönnyebben megismerszik arról, hogy hosszú fekete bársonya szakálla. A kerek világon egy madárnak sincs olyan attól fogva aztán mindig lestem a cinege királyt, de soha se került elő. Hallani se hallott róla senki, csak messzi gyurka, az pedig mindig fabulás ember volt. Az édesapám meg is pirongatta érte, hogy mit ámít ilyen mesékkel. Nem mese az Márton szomszéd, erősítgette az öreg. Láttam én egyszer még a fészkén is a nádasban, még a szavát is hallottam. Azt mondta, hogy csitt, Álmodta kend azt, bátya, nevetett az édesapám, s magam sem igen hittem többet a cinegék királyában. Hanem ekkor tájt megint hírt hallottam róla. Messzi gyurka újságolta, hogy mikor hajnalban kerülte a szőlőt, látta a cinege királyt a bogáncskórók tetejében. Most nyáron, vetette ellen. Hiszen télen van a cinegék járása, mert olyankor nincs nekik mit enni az erdőben. Drótoztasd össze a fejedet, öcsém, hogy szét ne vesse az a nagy ész, fortyant föl az öreg. Nem úgy van ám az a cinege királynál, mint a szegény fajta cinegénél, az akkor jön megy, amikor ő akar. Vizsgázza a népeit, ahogy neki tetszik. Hát ez jutott eszembe most, ahogy ezt a szép nagy tököt megláttam. Megcsináltam a fogót, és kitettem az tetejére szerencsét próbálni. Egy kis óra múlva látom ám, hogy valami hosszú farkú madárkára csapódik rá a kelepce ajtaja. Jaj, tán a cinege király, dobbant nagyot a szívem, s nyargaltam oda az ólhoz ész nélkül. Az volt az csak ugyan. Kék a feje, fehér a melle, rózsaszín a hát a fekete bársonya szakálla. Szakasztott olyan, ami ennek Gyurka bácsi mondta. Még a szava is az. Csit, csit! Ilyetten nézett rám az aranyszínű szemecskéjével, ahogy a markomba vettem de nem haragosan csittegett, csak félénken. Úgy, hogy egyszerre megfájósodott a szívem, mert a testvérkém utolsó tekintetének az emléke nyilallott bele. Egyszerre szétnyitottam a markomat. haz haza cinegék királya a népeidhez. A madárka kirebbent a kezemből, de nem sorrant el mindjárt. Háromszor négyszer körül repkedett, mintha mondani akarna valamit. Csin, 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 csengett a hangja, mint a karácsonyi angyal kis ezüst csengője engem hirtelen végigborzongatott a hideg, s ahogy befutottam a szobába édes szülémhez, egyszerre eszembe jutott, amit messzi gyurka mondott. No, nem tudom, nem szalajtottam-e el a szerencsemadárral a szerencsémet. Elbízaszt. Másnap már én is ott feküdtem a tiszta szoba nagyágyában, este elővett a láz, s titulász doktor bácsi én felettem is törölgette már a pápa szemét. Torok bízez lelkem, mint a másiké volt. Ettől fogva aztán napokig nem tudtam magamról semmit. Csak arra emlékszem, hogy amint egyszer fölnyitottam a szememet, nagy fekete madár gubbaszkodott az ágyam végiben. Olyan forma volt, mint a holló, és ahogy a szemét rám szegezte, fázni, dideregni kezdtem. Kergessék el, kergessék el! sikoltottam el magamat. Nagy riadalom támadt arra a szobában. Az édesapám, az édesanyám, a titulász doktor, Mind a madarat hajszolta. Nem ért az semmit. A madár felröppent, keringet körülöttem, s mikor leszállt, közelebb volt hozzám, mint azelőtt. Utoljára már a fejemnél ült a csúf fekete madár. Csak hallottam, ahogy az alsó felső csőrét egymáshoz reszelte, de látni nem láttam, mert a szememet nem mertem kinyitni. S ekkor egyszerre valami halk csittegést hallottam a szobában de erre már bátorságra kaptam, és kinyitottam a szememet. Hiszen ez a cinege király! Az volt az csak ugyan, de alig lehetett ráismerni. A szeme éget, mint a tűz, a szakálla lobogott, mint a zászló, égnek merett minden tollas kis csőre csattogott, mint valami kard. Csit, -cit, csit, csit, csit! Vágott a fejéhez haragosan a nagy fekete madárnak. Segítsetek neki! Néztem könyörögve apámékra, de meg sem senki ült mindenki mereven és kisírt szemmel nézett maga elé. De nem is kellett segítség az én cinege királyomnak. Sürgött, forgott, cikázott, mint a villám a nagy otromba madár körül, amely hiába kapkodott utána. Utoljára nagyot koppantott a fejére, arra fölrebbent a nagy lomha madár, károgott egy keserveset, és kilebbent az ablakon. Csincsen, cincsen! – csilingelt utána diadalmasan a cinege király ezüst csengettyűje én pedig felültem az ágyban, és elnevettem magamat. Jaj, de jó, hogy elment! Szüleim sírva nevetve borultak rám, és boldogan kérdezték. Ki ment el, lelkem, gyermekem? Hiszen nem volt itt senki. Dehogy nem volt! Hát az a nagy fekete madár! Elkergette azt a kis cínege királyni! Mutattam rá a madaramra, aki a fogas szélére szállt pihenni. Nini! Észre se vettük, tekintett oda édesapám. Bizonyosan az előbb repült be, mikor szellőztettünk. Nagyon helyes kismadár, szakállas cinegének hívják. Nem szóltam semmit, de tudtam, hogy az a cinege király, és az el mellőlem a halál fekete hollóját.